A magyar csernyeiek az elmúlt években több fejlesztésre is pályáztak. Ez egyetlen egy útja, módja annak, hogy sikerre tudjuk vinni azokat a dolgokat, mert közösen beszéljük meg, és ténylegesen olyan dolgokat próbálunk prioritásként megjelölni, amelyek a falu számára nagyon fontosak. Folyamatban van az egykori Fábián ház ifjúsági otthonnál való átalakítása is. Reményeink szerint az idei évben, a nyárra már befejezhetjük, hiszen az ifjúsági, a Magyar Csernyei Ifjúsági Klub tavaly ünnepelte 20. születésnapját. A Magyar Csernyei Roham labdarúgó klubban is sikerült felújítani az öltözőket, de tervezik a lelátó felújítását is. Az egyik legfontosabb már, hogy a felnőtt csapatban is egyre több csernyei, hazai és ifjúkorú focistát építünk be. A tóbaiak számára fontos lenne, hogy a magyarországi testvértelepülésüktől, Csitártól kapott Petőfi mellszobrot felállíthassák. Az iskola is, a Művözési Egyesület is a legnagyobb költőnk nevét viseli, ezért azon leszünk, hogy az idei év folyamán ez a szobor felállítása kerülne az iskola előtt. A lakossági fórumok Magyar Csernyén és Tóbán is nagy érdeklődés mellett zajlottak. Vannak elképzelések, és mindezek az elképzelések reálisak abban az esetben, hogyha a harmadikával kapcsolatos elvárásaink megvalósulnak, és olyan kondícióban leszünk, olyan érdekérvényesítő erővel rendelkezünk, olyan partnerkapcsolati viszonyt sikerül kiépítenünk, amire megvan a lehetőség, ami realitás, és amire készülünk. A VMS bánáti kampánykörútja tordán zárult.